Tavaly elkészült a nagybecsküreki vízgyár, mégis az ökokút előtt várakoznak az emberek, ugyanis utólag kiderült, hogy a törvény tiltja azt, hogy magánkézben lévő vállalatra bízzák a vízellátást. Tart az alkudozás arról, hogy mi legyen a privát szervezésben megépített berendezés sorsa, de addig is meg kell oldani a város vízellátását. A túlzott arzén tartalma miatt immár 14. éve tilos a városi vízvezeték használata. Народ jednostavno propada, ali niko ne traži fabriku, razumiješ, da se izgradi od naroda. Tako da izađu na ulicu, da kažu šta hoće, 13 godina bilo je dosta, dosta. A nagybecsküreki közegészségügyi intézet elemzései alapján a vízszűrőkkel ellátott kutak sem biztonságosak. Több településen, például Szervitabén és Magyaritabén nem működnek, mert nincs pénz a szűrők cseréjére. Nagybecskerek területén most 8 ökokút működik a 12-ből. Poslednjih 15 meseci uradili smo 40 analiza na mikrobiološkoj i fizičko-hemijskoj ispravnost i od tih uzoraka ima negde 15% neispravnih uzoraka što se tiče mikrobiološke ispravnosti i oko 30% fizičko-hemijski neispravnih uzoraka. Az ökokutak vízének ellenőrzését a helyi közösségek, illetve a kommunális közvállalat kérésére végzik. Znači voda iz vodovoda isto ne posjeduje tu higijensku i zdravstvenu bezbednost, međutim ni voda sa eko česmi ukoliko se ne radi redovna kontrola nije dovoljno pouzdana za upotrebu. A nagybecskereki ökokút vizét az elmúlt egy év alatt 8-szor ellenőrizték, 5 esetben a megengedetnél több arzén találtak benne. Csak innenki, hogy vigyem a vizet. Gyerekeknek is jobb, meg mit tudom én. Meg vagyunk szokva most ehhez a vízhöz. Próbáltuk azt a vizet, de sokkal jobb ez, mint az. Vajdaság területén Közép-Bánátban a legrosszabb az ivóvíz minősége. A 96,4%-a vegyileg vagy mikrobiológiai szempontból kifogásolható. A fő gond a víz magas arzén tartalma. Becslések szerint a nagybecskerekiek az elmúlt 14 év alatt annyi pénzt költöttek palackozott vízre, amennyiből már több vízgyár épületett volna.